Az Ízmenyi Népi Együttes Kisbekecs társcsoportjának műsorával kezdődött a Bukovinai Találkozások 31. Nemzetközi Folklore Fesztivál együttműködési szerződéseinek aláírási ünnepsége. A mintegy 13 fős küldöttség és kísérőik pénteken érkeztek Bonyhádra. Másnap reggel szakmai megbeszélést tartottak, ahol többek között azt is véglegesítették, hogy melyik ország hány fős delegációt tud fogadni. Mondta Illés Tibor elnök, és hozzátette, hogy 2017-ben Ukrajnában átlag 35 főben egyeztek meg. Ez nem változott. Újdonságként idén először szerveznek Bukovina szépe címmel nemzetközi szépségversenyt. Eddig még nem volt ilyen, megpróbáljuk. Úgy gondolom és bízom benne, hogy sikerülni fog. Tehát itt arról szól, hogy természetesen akik, hiszen itt Bukovinában együtt élő népekről vannak szó, ugye a lengyelek, az ukránok és a románok ugye a maguk viseletét hozzák, tehát egyszer egy rendes viseletbe, ugyanúgy a bukovinaiak is, majd ezt követően egy utcai viseletet. Az önkormányzat dísztermében Filóné Ferenc Ibolya a polgármester köszöntötte a küldötteket. Hangsúlyozta, hogy a fesztivál magyarországi helyszíne mindig Bonyhád, ahogyan a közreműködő civil szervezet, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége is bonyhádi székhelyű. Az önkormányzat mindenben támogatja ennek a szövetségnek a működését, segíti azt a törekvést, hogy azokat a hagyományokat, azt a kultúrát, a táncokat, a zenét megőrizzék és továbbadják a felvilágosuló nemzedéknek, akiket ez érdekel, és hál' Istennek sokan vannak, akiket ez érdekel. Ma is láthatjuk, hogy a legkisebbek is szerepeltek az Ízmenyi Tánccsoportban, talán 3 éves volt a legfiatalabb táncos, úgyhogy a jövőt is már látjuk. A beszédek után sor került az ünnepélyes együttműködési szerződések aláírására. Majd a nap a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban szervezett székely bállal ért véget, ahol a főszállotta páva döntőjéig jutó erdélyi Bekes Néptánc Együttes adott ünnepi műsort.